Június 27-e óta megszokott szolgáltatásokkal vár ismét mindenkit a Bihar Termáliget. A strand és termálfürdő új üzemeltetési szabályzatot, valamint üzemrendet alakított ki. Dolgozóit a koronavírussal kapcsolatban oktatásban részesítette. Bár a szolgáltatások a régiek, sok olyan szabály van, amit mind a vendégeknek, mind a Termáliget munkatársainak be kell tartania. Március 16-ától kellett bezárni. Azóta ugye volt egy időszak, amikor a járvány tombolt teljes terelemében. Abban az időszakban az idősebbek, a veszélyeztetettebbek munkaviszonyalós fel voltak mentve. A fiatalabbaknak a munkahely megtartása érdekében a területnek a karbantartása, a zöld terület karbantartása, festés az a feladata. Én úgy gondolom, hogy ők azt becsülettel meg is csinálták, tehát a pénztárosok, takarítónők, gépészek, amit meg tudtak csinálni, azt megcsinálták, illetve majdnem az egész strandnak a rendbetétele is, utána később már ugye az idősebbek is visszajöttek, mikor a járvány csitult, nekik is az volt a feladata, hogy a strandnak a rendbetétele. Korábban vettünk fel külsőket, illetve idénymunkásokat, most próbáltuk spórolás céljából is a saját emberekkel megoldani az egész karbantartást. Minden medence mellé ki van téve, hogy hány fő tartózkodott, egy idejéleg benne be kellene tartani a másfél méter távolságot a medence, idegenek közt, családok azok, ugye ott nem kötelező a betartása. Összlétszáma, én úgy érzem, hogy nincsen korlátozásuk. 1220 fő egyidejű létszámunk megvan, ez adódik abból, a strandnak a területe elég nagy, az öt területünk van, illetve a medence felületünk is, azért jó sok medence felületünk van, a napi 3000 főre van a jegyzőkönyvbe felvéve, tehát létszámmal nem lesz gondunk, a távolságtartásra nagyon tartani kell. Ami új, a napozóágyak, ugye korábban ingyenesen voltak a napozóágyak, minden vendég után feltölteni kell a napozóágyat. Tehát ha itt korábbi ingyenes megoldás, itt mindenki húzgálta, oda tette a vakat, ezt nem tudjuk, fix helyre vannak téve az ágyak, területhez vannak kötve az ágyak, fizetősek lettek, illetve kaucióhoz van kötve, tehát ha a kaució miatt a vendég ugye leszáll az ágy, nem kell tovább, a kaució érte megy, és akkor úgy tudjuk megoldani, hogy fertőtlenítsük minden vendég után, ne legyen fertőzés veszély. Igazából napozó ágyakat családtagok egymáshoz közelebb húzhatják. Tehát itt is a puding próbálja az evést, tehát ezt mi így végig gondoltuk, hogy hogy fog ez működni, azért próbálunk nem kellemetlenkedni a vendégekkel, de azért próbáljuk úgy megoldani, hogy a szabályokat is betartjuk, jól is érezzék magukat, illetve ne legyen fertőzése. Büféknél ugyanúgy a távolságtartás szabályai, a dolgozók is, hogy a vendéggel ne legyenek közvetlen kapcsolatban, a plexit szereltünk fel, a maszk, illetve a kesztyű használatát, azt nem kötelező, igazából nem is lehet, mert nem bírják ki, olyan meleg van. Egy lángosütőben azért gondoljuk végig, hogy maszkban lángosütni az azért nem hiszem, hogy bárki bemerne vállalni. A forgatásos vízű medencék a klór feltöltenítést kapják meg. Igazából határértéken belül van ez a mostani is, de lehet, hogy most egy kicsit a magasabb érték fele kell, hogy tartsuk a klórt. A vírus veszély miatt ezt nekünk 0,5-1 mg per liter közötti klórmennyiséget kell, tehát ez a felső határ felé kell, hogy közel legyen a klórmennyiség. A töltőüdítő medencéknek ott pedig a pótvíz mennyiségét, a pótvízből kell több, tehát sokkal jobban kell forgatni a vizet. Kísérleteztünk fertőtlenítőszeres megoldással is, tehát volt egy időszak, mikor ez a Dinax Kft.-nek a terméke, a hidrogén peroxidos kezelés, kiépítettük a rendszert, rá adagolókat vettünk, vegyszert vettünk, vízmintát vettünk, még a vízminta eredmények ott megvannak, felküldtük Budapestre a szakvéleményét, de még szakvéleményt nem kaptuk, de közben változott a törvény, változott a szabályozás, úgyhogy egyelőre nem vagyunk kötelezve arra, hogy a gyógyvizekbe fertőtlenítőszert tegyünk, illetve még nincs meg rá az engedélyünk se, tehát a hagyományos töltőüdítő medencéinket üzemeltethetjük, annyit lazult a előírás. Valószínű előbb-utóbb meg lesz annak is a lehetőség, hogy fertőtlenítőszert tegyünk a vízbe, de nem biztos, hogy ez jó, hogy a gyógyvizet szerrel kezeljük. Eddig az volt a jelszavunk is, hogy azért természetes gyógyvíz, ne legyen benne semmi, erre volt meg az engedélyünk, és most volt egy ilyen kanyar ebbe a rendelebe, hogy úgy mondjam, idézőjelbe, hogy ez egy lehetőség, próbáltuk ezt is kihasználni, hát sok pénzünkbe kerül, de egyelőre ez nem működik még. Ha a beltéri medencéket nézzük, ott esetleg van-e olyan szabály, ami a kültérhez képest más, illetve fontosabb? A beltérinek a szorzója kevesebb, tehát kevesebb a egyidejű terhetősége.
szellőzés, tehát kényszerszerzés, olyan szellőzés nem lehet, hogy a benti levegőt forgatja. Tehát itt maradunk a természetes szellőzésnek, kinyíljuk az ablakot, illetve a benti kismedence az nem fog üzemelni, az majd a következő etap az ősznek a kérdése, hogy lazul vagy szigorodik ez a szabály. Lehet-e már olyanról tudni, hogy bármilyen programmal készül a nyára a strandfürdő? Ha jönnek a vendégek és igénylik, akkor ilyen a szokásos, tehát az akvazumba, tehát amiket, ami a specialitások volt, illetve ilyen kisebb szombat délutának, vasárnap délutának, úgy gondolom azokat meg fogjuk csinálni, de egyelőre szerződést nem kötöttünk, várjuk a vendégeket. Azért sok minden múlik azon, hogy mernek jönni, vagy nem mernek jönni. Bízom benne, hogy mernek jönni, mi a előírásokat próbáljuk betartani, ne legyen fertőzés veszély, tehát a bejárat, a beléptetés már megváltozott, tehát kézmosással kell belépni, nyilatkozni kell, hogy nem beteg, a lázát megmérjük, illetve regisztráljuk, hogy ki járt nálunk, és utána tudja a jegyét is megvenni, tehát hogy visszakereshető legyen, ha esetleg valami góc vagy valami történik, de ezt, mint ahogy más se tudja, én se tudom megmondani, hogy ennek a járványnak milyen következményei vagy milyen folytatása lesz. A Bihar Termáliget az eddig megszokott árakon várja a strandolni vágyókat. Fontos azonban, hogy mindenki ügyeljen a megfelelő távolságtartásra, fertőtlenítésre, illetve azokra a szabályokra, amelyekre szimbólumokkal és padlózatra festett jelekkel hívják fel a figyelmet a fürdő területén.